ezek olyan eszközök, amelyeknek a használata azért nem szokványos, nem annyira megszokott. Bár 2003 óta lehet Magyarországon legálisan pirotechnikai termékeket felhasználni, forgalmazni. Míg mindig találkozunk olyan felhasználókkal, akik nem rendeltetésszerűen használják ezeket a termékeket. Többféleképpen lehet csoportosítani a pirotechnikai termékeket. Én most beszélnék elsősorban. Egyes, kettes és hármas pirotechnikai termékeket lehet legálisan forgalmazni. Hoztam is néhányat ezek közül. Egyes osztályba tartoznak ezek a játékos termékek, tehát a méretükből is látszik, hogy viszonylag kevés hatóanyagot tartalmaznak. Egyébként a pirotechnikai osztály a hatóanyag mennyisége alapján van eldöntve, besorolva. Valahová rögzíteni kell, egy kerítés, egy üvegbe belerakni. Az a lényeg, hogy rögzítve legyen, és csak úgy szabad indítani. Tűzijáték rakétáknak is van egy kis zöld késleltetője, ezeket is csak úgy szabad indítani, hogy valamilyen üvegbe, vagy olyan dologba, csőbe belehelyezni, ami lötyög ennek a rakétának a fa része, vagy műanyag, vagy fa része, ez a szár. Csak olyan terméket szabad elműködtetni, és ez is mindegyikre igaz, ami teljesen sérült, tehát szemmel látható sérülés nincs rajta. Ennek a fa pálcikának, vagy műanyag pálcikának is teljesen épnek kell lenni. Teljesen sík területre kell lerakni mindig. A kisebbeket ajánlatos két téglával, vagy valamilyen eszközzel megtámasztani. Meg lehet gyújtani, és akkor 5-6 másodperces késleltetés után, ahogy már említettem, szépen sorba ellövi magát. Forgalomban vannak úgynevezett tűzijáték sziklaszökőkutak. Ezeken is egy kis zöld késleltető van, ez a földön működik el. Mindegyiknél felhívnám a figyelmet arra, hogy amikor a késleltetőt meggyújtják, ez szokott égési sérüléseket okozni, illetve a termékekből visszahulló égő, parázsló részek tudnak tüzet, illetve sérülést okozni. Csak a aleződes úr által már említett legális, engedélyezett pirotechnikai forgalmazó helyen vásároljanak. Igen, hát az feladat.